Vegyek kezdetét, srácok, a 17. Tears of the Kingdom-os stream, ami sajnos, de ez a harmadik adás így augusztusban. Nyaralás is egyrészt közbeszólt, meg az is, hogy megjelent a God of War-nak a magyar szinkronja. De most folytatjuk, és hogyha minden jól megy, akkor az alsó régiót azt teljesen fel tudjuk fedezni. Legutóbb ezzel foglalkoztam, mondjuk akkor egy kicsit több időt áldoztam erre a dologra, és azért még shrine-okat is sikerült csinálnunk, meg küldetéseket is csináltunk. Tornyot fedeztünk fel, shrine-t csináltunk, küldetést csináltunk, az alsó régiót fedeztük fel, úgyhogy legutóbb csomó mindent sikerült csinálnunk. Láttam el, hogy van-e Vampire Survival Switch-re? Láttam, és még a megjelenés, a Switch-es megjelenés előtt... Mi? Mi csinálsz? A Switch-es megjelenés előtt egy héttel ki is tudtam próbálni, úgyhogy csapattuk nyaralás alatt a kópot. Hát, lehet, hogy ez olyan, Péter. A teljes felfedezés az olyan lehet, hogy a light route-okat felfedezzük. Közeledni fogunk a végéhez. Milyen a kóp? Rohadt jó. Rohadt jó a kóp. Úgyhogy akarok is majd belőle egy streamet. Aha, szóval, hogy most ott vagyunk. És például azt ott tök jó lenne felvenni. És azért jöttünk ide, mert itt láttunk egy ilyen bányát, így van. Ja, én ezt a részt akarom most így jobban felfedezni. Az nem rémlik, hogy most a hidakkal mi van. Nincsenek hidak. Tehát... hogyha én erre a régióra akarok átmenni, akkor azt itt kell megtenni. Oké. Okay. És akkor ott még van egy light route. Azt meg kell nézzük. Kipróbáltuk amúgy a Vampire Survivors PC-s kópiát is hárman. És ott nagyon fán volt, amikor egyikünk a kiskutyával volt, és a kiskutya meg ugye mindenkit tud hílelni a virágpukijával. Oda fogunk menni. Szóval meglátjuk egyébként, skacok, hogy meddig jutunk. Én tényleg azt hittem legutóbb, amikor felfedeztem azt, hogy a shrine-ok, a light route-ok, a shrine-ok, hogy akkor most iszonytatos shrine felfedezések lesznek, hát amúgy nem lettek. Ott egy unicorn is, srácok, a pajzson, remélem látjátok. Egy unicorn is, egy rudicorn is. Aha, oké. Okay. Hát arra nem tudom, miért akarok menni. Így van, minél többen vagytok, annál kevesebb item lehet nálatok, mint fegyver lehet nálatok. Azt hiszem úgy van, hogy két főnél 4-4 fegyver. Basszus. Három fegyver, és négy főnél meg kettő. Ja, és így van, szintenként felváltva kapják a fejlesztési lehetőséget, viszont van egy olyan opció,
hogy tudod fejleszteni a teljes teamnek a fegyverét, vagy a felszereléseit. Az ott magasan van? Az ott magasan lesz, mert mélyen van. Szia, Rumák! Én azt vettem észre, hogy ez a power up, ami mindenkinek a fegyverét fejleszti, ez... Hát... Aztán meg is dőlt ez az állítás, hogy főleg annál jön elő, aki a player 1. Ott vannak lovak. Láttad a Yet Another Zombie Game-hez az új pályát? Jaja, tegnap reggel belekóstoltunk. Bár csak lennének barátaid? Több szociális életet kell élni. Nem lehet ennyit dolgozni Outronstan, látod? Hát akkor kivel játszod a Vampire Survival scope-ot? Na tessék! Hiszen kívül sajnos tényleg senki ismerősen nem játszik ezzel a szuperjátékkal. Hát sajnálom. Miért nem került át a piros jelzés? Hát itt vagyunk. Na mindegy, most akkor átmegyünk a zöldre. Átmegyünk a zöldre. Steamen úgy lehet kóba játszani, hogy ugye elég, ha egy embernek megvan, és akkor a Steam Remote-tal megosztod. És akkor a géped lestreameli a játékosoknak a játékot, úgyhogy nekik nincs is meg. És tudnak játszani egérrel, billentyűzettel, vagy kontrollerrel. Az nagyon szuperül meg van csinálva. Az nagyon jó cucc. Miről van szó? Pont azt beszéltük, hogy milyen nagyszerű a Vampire Survivalsnak a kópia. Meg hogy megjelent Switchre ezzel együtt. Szia, Viktátor! Néztem Mimi Vodját a Zeldából, és 84 óra alatt nem találta meg másodjára az inventory fejlesztő hashtag-t, szóval így gondold meg, hogy mikor kezd megszinted. Ez durva basszus. Ez durva egyébként. Arra jól emlékszem, hogy azt mondta nekünk, hogy észak-keletre kell őt keresni. Az azért, arra azért jól emlékszem. Backseat-re jelentkezni? egy jó kis timeout-mentes backseat-re. A kóp az újdonság, a kóp az akkor jelent meg, amikor a Switch-es megjelenés is volt. Azt mondta, elindul kelet felé haza. Ó, köszi. Ez akkor már is jobb, mint amit én mondtam. Köszi. Látod, már erre akkor rosszul is emlékeztem. Akkor majd meg kell néznem, hogy hol találkoztam vele. És akkor az alapján... Jézus, hát ezek észrevettek. Na csumi. Két perc alatt ki lehet találni, hol van, ha tudod, hol találkoztál vele, és hol van az a.
És még amúgy azt is elfelejtettem, mert hogy amúgy olyan rohadt sok dolog van a játékban. Emlékeztek arra, amikor találkoztunk egy csókával, aki ilyen, nem tudom, ez most japán vagy kínai, mit tudom én, szóval ezek a gyógytavak, a hot springek, azt hiszem amúgy ez a megfelelő szó rá, hogy amúgy ott voltunk, és mondta a csóka, hogy ott valami van. És már nem emlékszem, hogy mit mondott, meg arra sem emlékszem már, hogy hol volt. A valami termálvíz, aha, valószínűleg az. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, amiket így mondanak a játékban, ilyen kis apró utalások, és így tökre kimegy a fejemből, mert amúgy olyan sok mindent lehet csinálni. Szerintem amúgy nem gáz, hogyha mondjuk akarsz valamit a játékban, mondjuk, hogy legyen több helyed az inventoryban, azt megnézed az interneten, hogyha már így nagyon frusztrál a dolog, mert ha mondjuk ez a játék élményed rovására megy, akkor érdemes utána nézni. Vulkános városban fent a hegy oldalán kelet felé. Ja, ott tényleg arra fele találkoztunk, mindjárt meg is nézem jobban. Szóval az... itt. Vagy ez a... Ja, nem ott van, hát konkrétan ott van. Goron Hot Springs. Ott van. És ott még látunk egy olyat is, amit most is észrevettem, hogy ott vannak a gyíkok. Egyik. Még egyik. Hát nem tudom, de megnézzük. Ez Mine-nak tűnik egyébként. Lehet, hogy egyébként Gekko. Ez Mine-nak tűnik nekem, úgyhogy megnézzük. Azért király, hogy ennyi staminám lett. Mit szólok az FSR 3-hoz? Hú. Fogalmatlan vagyok ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy mi az FSR, de hogy... miben tud több a kettőnél? Igen, azt tudom, hogy Péter rakott be valamit, de... és lehet, hogy meg is néztem, de elfelejtettem. Az a helyzet. Hyper RX. Na, mit tud az a Hyper RX? Ugyanaz lesz, mint a DLSS képalkotása, csak egy picit jó. Ez így elmondva ígéretes. Engem ezek a technológiák akkor fognak érdekelni, hogyha nem fog romlani az élesség annyira ezekkel a technológiákkal, mert ami játékokban én ezt megnéztem, ott csúnyán volt romlás. Hát ott nagyon zavaró volt, hogy nem volt olyan éles a kép. Ott amúgy két shrine-t is látok, az nem tudom. Milyen lesz majd. Én a Remnant-ban néztem a DLSS quality-t. Meg nem tudom még miben. Nagyon csúnya volt. Nagyon csúnya volt. Pókemberbe is néztem. Ott is nagyon csúnya volt. A képélesség még nagyon sokáig romlani fog tőle, több okból is. Ja, nyilván, de nekem az egy olyan döntő dolog, hogy így biztos nem fogok DLSS-t használni. Ha mondjuk egy
közép vagy alsó kategóriás kártyám lenne és 1080p-ben játszanék, akkor nyilván nem lennének ilyen igényeim, de így, hogy van egy 3080 Ti-om és a DLSS-el erre vagyok képes, biztos, hogy nem. Ez inkább csak az FPS növeli, mint a DLSS. Frame Generation Anti-Lag. Úgy lesz megcsinálva, hogyha AMD végén van, akkor bármelyik játékba be tudod kapcsolni, nem kell, hogy a fejlesztők beletegyék. Wow. Hát most ilyen nagyon izgalmas felfedezéseket csinálunk itt a lenti régióban. Hát sejtetem 40-60 Ti-t, 40-70 Ti-t? Na, hogy. Kevés volt. Remnant 2-ből mennyit tudták is a... Hát nem emlékszem sajnos már így. Ha nagyon érdekel, akkor a Voodoo-t tudom javasolni, mert ott be volt kapcsolva a... ez az FPS számláló. Max Rafon 40-45 FPS. Ja, és az volt a durva, hogy levettem a grafikát, és ugyanannyi FPS-en volt nagyjából. Jó, egy 10-20-szal több, de hogy így nem drasztikusan, nem látványosan nőtt meg az FPS-em. Aha, ott van még, mindig ott van egy. Ott van egy sötétség. Hát imádom, ugye ez az, ami eredetileg 48 lett volna. Jól meg kell tömnöm a pénztárcámat, hogyha jön majd az 5. generáció, az 50-es széria. Mert akkor nem lesz annyi elég, hogy oké, veszünk egy új videókártyát, hanem akkor már az is kellene hozzá, hogy ugye a streamer gép az képes legyen jól 4K-t felvenni. Aha, tudok építeni ide. Nincsen még olyan sok zóna item, hogy előállítsak hiányzó alkatrészeket, pedig lehetne ilyen hoverboardot csinálni, mivel gyorsabban menne az utazás. Aha, igen, nem esi Afterburner-t használok, igen. Ha jól gondoltam. Az Unreal Engine 5-ben nagyon sok effekt és nagyon sok számítás van áttolva a CPU-ra, hogy a render engine gyorsabban és jobban tudjon működni. Akkor azt mondod, ne egy Founders Edition-t vegyek? Nem tudom amúgy, hogy... Aha... Nem tudom amúgy ezek, hogy szoktak menni. Na akkor jól gondoltam amúgy, hogy itt egy shrine lesz. Aha.
Aha, és azt pont láttuk is. És akkor ott van még egy. Tök jó. Na. Jó, akkor ezt a részt csináljuk meg, ami itt van fönt. Szépen próbálom így kitölteni a hiányzó részeket. Ez itt elbírhatatlan hőség? Aha. Kibírhatatlan hőség. Az első adag, ami a piacra kerül az 50-es szériából, az ilyen loot reaper test, a második adag, amikor kijön, akkor lehet majd gondolkodni. Uh-huh. Amúgy kettő is elég lenne ebben. Várjál, most amúgy valami ég rajtam. Aha. Jó. Ha ott is világít valami, és akkor azt átcseréljük pirosra. Várjatok. Ott mit látunk? Nem is jó fele indultam meg. Mindegy, igazából az is kell. Minden, ami fénik, az kell nekünk. És ahogy látom, ott át lehet menni. Emlékeztek még a jó sárkány lovaglásra? De jó is volt az. Az Epic miért nem ad ki valami izét tutorial videót a fejlesztőknek, hogy hogyan kell? Valószínűleg amúgy... Nem kell nekik ilyet, csak... Idő és pénz lenne, hogy... optimalizálják a gémet. Aztán úgy vannak vele, hogy jó van ez úgy, nem? Hát itt nem tudom, mennyire tudunk felmenni. Jó, Leon a francba. Emlékeim szerint tényleg elég csak egy. Mert így is kibírjuk a meleget, viszont így még látunk is egy kicsit. Hát, hogyha már itt vannak ezek a poék, és már tudjuk, hogy mire, meg hol lehet elkölteni a poékat, akkor ezeket begyűjtöm már. Mekkora régió tárult fel. Aztán.
Jó, akkor továbbra is a piroshoz megyünk. Azért szerintem lehet azt mondani, hogy jól haladunk. Na. Hűha, oda kell menni. Jó, azért igen, azt aláírom amúgy, hogy ott sok minden szürke. De majd meglátjátok, majd egy óra múlva meglátjátok, milyen lesz a térkép. Hatjuk. Azt kell megnézni, hogy ezt most itt igen, megmásszuk, de balra kell menjünk. Hát azt elhiszem, főleg, hogyha játszottál a játékkal, akkor ez, és vagy néztél streameket, videókat, és olyan információk birtokába vagy, amikben én még nem. Fú, ide nekem is izé, tehát hogy én is nagyon szívesen belenéznék egy Zelda streambe vagy videóba, hogy így máshogy áll. De az a gond, hogy eddig nem tudom, kétszer vagy háromszor tettem, Minden alkalommal olyan infót tudtam meg, amit amúgy én még nem tudtam, és nem is akartam. De szerencsére már kezdem elfelejteni, hogy mik voltak azok. Már csak arra emlékszem, hogy kikhez néztem. Hát egyben átok és áldás is az, hogy így emlékszem a dolgokra. Mert akár egy év múlva is úgy ki tudok játszani egy játékot, mint hogyha soha nem játszottam volna vele. Ott van. Na, Tajamik Light Root. Az ott felül, az ott érdekes. Igen. Szóval látunk egy olyat, amit most én át is cserélek pirosra. Jó. Igazából jó. Jézus, mi a békánk. Bolond cseresznyelé. El onnan. Hip.
Hát ez itt... Ez itt elég veszélyes. Aha. Nézem, hogy hogyan kéne oda mennünk. Tehát az ott magasan van. Hogy ezt jelenti ez a hely, már értem. Csak hogy ez hol fog virítani. Igen, csak... Igen, pont ez van, hogy... Pont ez van egyébként, Korenz, amit a Remnantnál is előhoztam, hogy... meglátták a fejlesztők, hogy hé, amúgy a DLSS-sel meg az FSR-rel milyen jó FPS-ünk van, azt amúgy már nem is optimalizálnak. Kb. Amúgy ezt láttam a dologban. Az amúgy akkor még magasabban lesz. Még egyet lőjünk csak. Ó, nem is olyan vészes. Így nézve nem is olyan vészes ez. Még. De jó ég, oké. Okay. Jó, akkor innen. Staminából szerintem elég. Elég lesz ez a mennyiség. És itt van. Megtaláltuk. Shiku Tamak. Nem látok rajta bányát. Viszont az ott érdekes. Szerintem ez itt, ha ott be tudunk menni, akkor az ott biztos érdekes. Szia, Létó! Megnézzük, meg tudjuk-e mászni.
Vészesen fogy a stamina. Legalább addig a kis sarokig jó lenne feljutni. Milyen szél kezd lenni kint? Sanszos, hogy elfogy a staminánk, mire odaérünk. Igen. Jó. Akkor ehhez majd még visszatérünk. Azt hittétek? Ja, azt néztem, hogy meg lehetne állnia, de az a gond, hogy mire ahhoz a ponthoz feljutnék, ahol úgy kvázi tudna sétálni a karakter, addigra pont elfogy a staminám, sajna. Hát a falon átúszós képesség az amúgy egy nagyon jó ötlet. Nem néztem. De az amúgy ez egy nagyon jó ötlet. Viszont itt meg észrevettem ezt. És így nem kell szenvedni, úgymond. Na, már meg is oldottuk ezt a problémát, hogy nem tudunk felmászni. Most hátráltatom amúgy a felfedezéses manővert, a felfedezéses hadműveletet. Ah, milyen érdekes, hát ez itt be van dugaszolva. Ezt a gombot kerestük. Badly damaged. Semmi gond, srácok. Nagyszerű bányászok vagyunk. Na, hát amúgy az, ezt amúgy fel kéne vegyük. Rusty Claymore. És akkor ezt hozzátesszük. Aztán most visszamegyünk. Opálos. Na, itt van még egy Rusty Claymore. Jó. Hát végül is akkor... Még egy Rusty Claymore.
Hűha. Hűha. Te szereted a bombás növényt? Érdekes. És ott valami világít mögötte. Egy szem. Stalnox. Érdekes. A fagy mennyire hat rád? Gondolom semennyire. Gondoltam. Jesus. Okosan dobálózzám. Srácok, ez micsoda? Hova tűnt a HP-ja? Wow. Aha! Azt se látom, hogy hol vagyok. Kamerakezelés. Azt nem tudom, hogy hogy sikerült. Na. Elfogyott a nyilunk. Úgyhogy most annyit lehet csinálni, hogy dobálózunk. Csak álljon meg egy kicsit. Szia, hello! Ez nem volt a legjobb döntés. Szóval, hogy ez ennyire fáj. Szia! Mit csinálsz? Erre
rendben, köszi szépen a 11 hónapot. Köszi a támogatásodat. Peregjenek, srácok, az fegek. Köszi a 49 hónapot. Bigoronz Sword. Wow. Wow. És ennek volt is hely? Wow. Azt nézzétek. Ja, és ennek milyen izéje van? Na, várjatok. Hát milyen jó, rohadt jó hüvelye van. Jözi szépen, Péter. Bizony rendben, hogy mint arra felé. Azt nézzétek, milyen rohadt jól néz ki. Jesus! Unique fegyver? Mit jelent az, hogy unique fegyver? Az, hogy meg tudom venni izéért? Poéért? Wow, Stalnox horn. Hát ez nagyon menő volt. Ez nagyon menő volt, srácok. Mégis feltő meg jobban jobb, mint a legtöbb fegyver, amit találsz. Aha. Hát nekem ez most nagyon tetszik, úgyhogy... Még itt viszem. Minden rendben, köszönöm, szeptemberben közepén költözik az étterem, ahol dolgozom jelenleg, szóval most hype van, ezen kívül minden szuper. Hoppácská. Na, valami nagyobb helyre költözik? Egyébként. Aha, jó, elmegyünk akkor abba az irányba. Sárga? Nem sárga. Abba az irányba. Hát persze, hát azért van ez a hang. Már el is felejtettem a sárkánypajtást. Na, hello. Jújúj. Most újra le lehet farmolni egyébként? Basszus! Édes Isten, hát nem láttam, hogy... Na mindegy, így jártunk. A duplexbó elégent. Szóval igen, úgy néz ki, hogy most újra le lehet farmolni a sárkányt. Egyszer akkor állj, eddig 150 ember tudtunk csinálni egy egész nap, az ujján viszont egy ültetésnél fogunk tudni 150. Wow! Amikor világít, csak akkor lehet farmolni, és 10 perc, amíg újra lát. Wow! Nagyon menő ez a sárkány.
Na. Szóval, hogy valahova erre megyünk, igen. És most így használjuk a sárkány taxit, mert hogy itt útközben lesz majd egy light route, amit fel akarunk venni. Csak ugye legutóbb nem szálltunk le a sárkány taxiról, mert hogy de jó. Meg hogy meddig megy. Igen, na USA. Azért van a vicces, hogyha elég ez a kard, amit most vettem fel. Na, addig van idő megpergetni a... Ott van, amúgy most már látom. Van idő megpergetni a szvegeket. Aha, Switch-ra játszom, igen. Switch-ra játszom ilyen Switch-es kontrollerrel. Mármint egy Zeldás. Ilyen. Bár sajnos ezekben a horipedekben nincsen rezgés. Arra jöttem rá, arra jöttünk rá. Várjátok, mögöttem is volt egy shrine. Francban. Ja, rohadt jó ez a sárkány taxi. És ugye nem csak egy sárkány van. Tetszik az Zelda, sose játszottam, csak szerintem ha vala is kijön PC-re, akkor fogom játszani. Hát ez szerintem esélytelen. Esélytelen, hogy hivatalosan megjelenjem. Basszus, a másikra jobb lett volna menni. Az magasabban van. Húznak? Bizony, nem húznak be egy God of War? Ó, a francba. Hát kellett ez nekem. Szóval most már tudjuk, hogy ez a hang azt jelzi, hogy sárkány van a közelben. Micsoda apróság. Igen, oda kell felmennünk. Jó lesz. Nagyon szívesen felugrálnék, de még nincs annyi staminám. Jó, lassan egy szintbe leszünk amúgy a light route-tal. Hol van a rendben? Köszi szépen, hogy bekukkantottál.
Pám, pám. Ott egy boss, ott egy bossos, akinek ki lehetne kapálni a szemölcsént. Szevasz, bossos. Jézus, normális vagy? Nem talál minket. Amúgy ide már szerintem nem is kéne nekünk ez a felszerelés. Kavisár Lightroot. Itt olyan, mintha lenne egy bánya, úgyhogy ezt megnézzük. Azt megnézzük gyorsan. Aztán megyünk a következő Lightroot-ra. Hogy ez itt egy ilyen csatatanya és nem egy bánya. Oké, jó, hát akkor innen elmegyünk. Ott valami kinyílt. Ó, lehet egy jó rakettásunk. Mindjárt megoldjuk ezt a problémát. Akkor sem megyek a vízbe. Viszont valaki észre van. Ó, egy notebook. Glory to Master Koga. Nehéz a Zeldát letenni. Pont pár napja néztem át ezeket a kempeket, hogy mindegyik megvan-e. Megcsinálta a max aksit, amiből még hiányzott egy kevés. Hát ott Péter ez ilyen.
nagyon jól eltalálták ezt a gémet, az egyszer biztos. Wow! Iga, sematik. Wow. És azt kaptam meg, amin utaztam. A draftot. Azt hittem, ki lehet szedni a banánost. És nem nagyon merem megvenni, mert akkor tudja, a Szabin lennék egész nap ezen függni. Ettől mint valószínű. Szerintem jelenleg a jelenlegi megjelenések közül kettő játék esélyes a Game of the Year-re, és az a kettő a Baldur's Gate, meg ez a Zelda. Hogwarts nem. Már értem, mit akar a játék. Már értem, mit akar. Oda, hogy be kell sétáljunk. És ott, mintha egy bázis lenne. És ott valami fönt is van. Az a labirintus lesz. Azt hiszem labirintus van. Jaja, igen. Az ott a labirintus. Ja, kíváncsi leszek, hogy a Starfield milyen lesz, de tudjátok, hogy vagyok a hype-al. Én nem hype-olódok rá ilyenekre. Szerintem egy évbe csúszott sok jó játék. De szerintem van különbség jó játék és nagyon-nagyon jó játék között. És én az előbbi két játékot azt a nagyon-nagyon jóba sorolnám egyébként. Független attól, hogy egyébként imádtam Hogwarts Legacy-zni. Nézzük meg amúgy. Az a kedvencem. Csak nem jól raktam össze. És akkor lehetne hoverboardunk. Amúgy így csináljuk meg. Csak melyik lehet a jó? Hát
lecraftoljuk, aztán... Aha, így lehet... Ja? Ja, hogy ez így működik? Na, akkor hogy is van? Ha erre felszállok, akkor hátrafele megyünk, tehát meg kell fordítani. Akkor is hátrafele fogunk menni. Vagy ez most pont jó? Nem, ez amúgy pont jó. Jó. Na nézzük. Nem jó. Igen, meg kell fordítsuk a ventilátort. És akkor már jó lesz, szerintem. Érdekes kivitel, köszi. Na, akkor ez így már jó lesz. Ugye? Nem, ezzel meg pont hátrafele fogom menni. Össze kéne kössük? Most nagyon nem áll össze a fejembe egyébként, hogy ez hogyan kéne megcsinálni. Ezen dönteni kéne. Így gondolom. Nem, pont hogy így. Akkor ez így már jól lát. Aha. Oké. El is lehet menteni? Ezt lehet el kéne. Ezért mentem én rá a max energiára meg aksi... Ja, persze, hát így... nagyon sokat tudsz repkedni. De nagyon tetszett, hogy ezt most ingyen dobtuk össze. Jézus! Kéne rárakni amúgy világítást. Tegyünk rá egy világítást az elejére. Tessék. Amúgy erre rámegy. Hát igen, hogyha megdobjuk, akkor bekapcsol. De szerencsére nem volt rajta aksi. Csak az én energiámból működött. Ne hagyj itt. Most mentsük el így. Hogy kell elmenteni? Ha history egyet kéne elmenteni? Vagy hogy kell elmenteni? Színe, köszi szépen a 4 hónapot. Köszi a támogatásodat.
A history-ban csak ez van amúgy. Ja, csak azon nincs rajta izé. Ja, mert még nem mentünk rá. Ja, na nézzük meg így akkor. Úgy-úgy peregenek a szvegek színnek. Jaj. Nyomkodom itt össze-vissza a gombokat. Nem jó, nem jó. Let's go! Meg csak akartad úgy elmenteni, ha előbb ráragasztom. Ez aztán parkolás. Ennyire vagyunk messze. Hát még alig jöttünk. Amúgy az fel se tűnt, hogy ezt a fényt ezt én csinálom. És ezzel toltam a felfedezés lent, elég gyors volt. Itt túl könnyű a játék. Sokkal jobb volt, amikor csak sétáltunk. Aszkon. Ti itt kekeckedtek? Ha, még valaki? Te is? Tessék. Amikor először ezt csináltam, akkor jöttem rá, hogy akkor most bizony a kufarmalás lesz. Hát igen, meg tudlak érteni. Abszolút meg tudlak érteni. Hello? Azt gond. Azt gond. Nézzük meg ezt a pallost.
Hú. Ne! Ne! Biztos nem várunk itt semmit. Nem lehet olyat semmit, akkor se jönnék rá dologra, hogyha nem kísérletezek. Ezek milyen lények? Csak Brecken, csak jól van. Szia, Fomira asszony. Na hát az biztos, hogy nem ezzel fogunk itt kimenni. Szia, Fish! Tunic of Twilight. Kérdés, hogy a Tunic of Twilight. Dark Tunic, Tunic of Wind és Tunic of Twilight. Van-e a Twilightból valami nekünk? Még semmi. Farkas szőr van rajta. Én hiszem, már hány órán van a Zeldában? Azt hiszem, amikor legutóbb nézegettük, hogy miben hány órán van így a Switchen belül, akkor megnéztük, de igazából nem több, mint amennyit a felkiáltó játékok parancsír már, hogy csak akkor zeldázom, hogyha streamelem is.
Na jól van. Akkor ez itt marad. Ez a járgány itt marad. Mi pedig elmegyünk oda. Onnan. Arra a két pontra. Majd nézzük, mennyire leszünk sikeresek. Hát tippelem kéne ilyen 50-60. Így a látatlanba. Na és akkor ott craftoltunk, most pedig amúgy itt fogunk craftolni, nyilván zónait ért cserében. És hova megyünk? Hát nem a sárgához. A sárgához is majd megyünk, csak nem most. A pirosat onnan levesszük. Jó. És akkor azt meg átállítjuk. Sárga és zöldre. És akkor mehet a craftolás. Nincs rajta a világítás. Ez miért ilyen zöld? Mert zónaidból lett létrehozva. Jaj, hát még nem akarunk elindulni. Szevasz Kalács, szevasztok skacok. Az probléma. Mondjuk. Az a helyzet, hogy ezt nem kéne beledobni a lábába. Egyébként pár érdekes info, hogy a Zelda-tól 3 hónap alatt 18,5 milliót adtak el úgy, hogy egy platformon elérhető, csak amiből 130 milliót ad... Mi? Ja, egy olyan platformon elérhető, amiből csak 130 milliót adtak el, ilyen eladási számokat egy játék se tudott elérni, All Time is max a COD vagy a FIFA előzi meg. A Breath of the Wild 30 milliónál jár. Szóval 130 millió Switchből 18 millióra vettek Zeldát. Azt hittem amúgy, hogy ez nagyobb szám, de hát nyilván ezt úgy mondom, hogy amúgy nem értek ezekhez. Mármint így az eladási számokhoz.
Itt látok amúgy valamit. Mégsem. Na, a kérdés az az, hogy oda el kéne jussunk. Nézzük csak. Szóval, hogy ott van az. Oda kéne egy piros. Jó. Oda kéne eljutni, és az útvonal az arra vezet minket, szóval akkor fordulunk. Hát ilyen egy társaság, egy kisebb társaság, egy kisebb csapat, vagy egy maroknyi ember, inkább úgy mondom, egy maroknyi ember dönti el, hogy mi a Game of the Year. Egyre jobban megy amúgy ez a hoverboard kezelés. Nice. Jó. Csí, ott az alsó régió azért. Ott lesz mit felfedezni. Ott is például a kettő van. És akkor oda is teszünk egyet. Jó. A pirosra megyünk először. Hogy lehet összehasonlítani? Nem vágom amúgy ezt. Ezt hogy csinálják? Amúgy bejelöljük, hogy itt boss van. Ú, itt most nagyon fel kell húzni. Szavaztok, kis békánk! Na. Várunk egy kicsit, és mindjárt megyünk tovább.
sikeres landolás. Ne, még ott is van. Még ott is van. Nem mondjuk értető, hiszen ez a víziváros, nem? De most hol is vagyunk? Ja nem, hát akkor... De, de az a víziváros, oké. Okay. Az a víziváros. És ha elnézünk oda... Valószínűleg a vízivárosban nem is mindenhonnan lehet bejutni, úgyhogy azt a sárgát most egyelőre elengedjük. Valószínűleg ott lehetne bemenni. Meg ahogy látom ott. De igazából közel vagyunk a bejárathoz. Akár meg is nézhetnénk. Hol a járgányom ott? Meg kell jelöljük a bejáratot. Ez nagyon magasan lesz, nem tudom, hogy fel tudunk-e oda menni. De egy próbát mindenféleképpen ér a dolog. És ahogy látom, ott fönt a szélén is meg lehet állni. Azt amúgy kiderül, hogy nem is itt a bejárat, mi? Hát azt kiderül, hogy nem is itt van a bejárat. Jaj, mi történt? Ne, járgány! Ne! Shit! Jó, hogy világít, legalább tudom, hogy hol van. Szia, Phoenix! Nice, szevasz. Köszi szépen a 33 hónapot. És köszi, hogy a Prime-adat még mindig rám használtad el. Srácok, peregenek a szvegek Mice-nak. Ezt elhiszitek? Én se akarom. Valószínűleg amúgy ezek vezetnek minket a bejárathoz, ezek a szobrok. Jézus! Lehet ez az új PS Plus szárakat? Nem, csak olvastam, hogy változás jött. De nem néztem meg. Örülök egyébként, hogy két évre előre vettem PS Plus-t. Ezután a hír után. A legnagyobb éves 58 000.
És mennyi volt eddig? Csak nem növelték. 36. Ja, hát akkor igen, az súlyos. az elég súlyos növekedés. Most már nem biztos, hogy mindenki a legnagyobb csobangot akarja. 58 ezer jel. És mivel indokolták amúgy? Ja. Hé! Hey. Na végre. Nem elég indoklás az, hogy amúgy veszteséges? Általában ezek a feliratkozós, passzos dolgok, ezek eléggé veszteségesek, Pledrong. Szóval amúgy, igen, ezt amúgy... Ez egy jó ér. Csak kíváncsi voltam, hogy mit mondanak. Bara, jó. Szia, Meo. Várjunk, hogy is van? Ott víz. Jaj, hát akkor új. Hát ezt nem tudom, hogy fogjuk tudni elérni. Ha egyáltalán el tudjuk érni. Mindjárt úgyis kiderül. Oh, ott van. Win. És az alap PS Plus az valami 10, nem tudom mennyibe kerül, 18? 16 vagy 18? Az most így mennyi lesz? Volt egy sáv, aki 2050-ig fizetett elő. Durva. Hát hogyha 58, akkor gondolom 29 lesz az alapcsomag, vagy hogy 28, aha. 28, 47, 58, azt a rohadt. De ez gondolom globális változás, szóval nem csak nálunk, ebbe a régióba. Globál, aha. Igen, hát ez nálunk sokkal durvábban érződik. Ha és high quality gémeket akarnak adni, akkor emelni kell az ára. Hát ez igen. Képzeljétek, emlékeztek, hogy játszottunk a Shadow Gambit-tel? A Mimimi Games-nek az új játékával, ők akik csinálták a Desperados meg a Shadow Tactics-ot is. Ők bezárnak, mert hogy nagyon durvák az árak. És ahhoz, hogy továbbra is tudjanak jó játékokat csinálni, nem tudják fenntartani magukat. Nem mentek csődbe, csak bezárják a stúdiót. Szia, Panka! Bizony, pereg az eldázás. Köszi. Az infót. $160.
Hát kemény. Ez kemény. Na, megint bejöttünk egy zsák utcába. Jézusom, és itt is egy csomó van. Ó, te jó ég. Ó, te jó ég. A legrosszabb most az, hogy kis járgányunkat nem tudjuk továbbvinni, csak hogyha itt rendesen körbeautóznánk az egész vidéket. Úgyhogy talán annyit lehetne csinálni. Hogy innen oda megyünk el. Ja, azt még amúgy meg lehetne csinálni. Itt úgy néz ki, hogy 3 shine is van. És akkor most visszafele kell menjünk abba az irányba. Itt végén perege majd a Diablo 4? Nem. Láttam, hogy lesz 25%-os XP növelés, de... mivel nem célom a fejlődés, a Battle Pass érdekel, meg a build húzás, ezért azzal, hogy most hamarabb érek fel nagyobb szintre, ez a dolog így nem mozgat meg. Legközelebb akkor leszek olyan lelkes, mint a Diablo 4 launchkor a Diablóval kapcsolatban, hogyha valami nagy volumenű változás jön. A szezon az nem nagy volumenű változtatás. Ha jó lesz egy szezon mechanika, vagy hogyha valami durva dolgok jönnek. De az a lelkesedésem, ami release-kor volt, az így eltűnt. Ettől függetlenül szeretem a játékot, és jó is vele játszani. Élvezem az, hogy más buildet tudok kipróbálni. Ilyen season járó, tesztelgető és Battle Pass kifarmoló leszek, szerintem. Mi kb. Level 50-ig játszottunk, aztán valahogy lecsengett nálam is a hype. Ja, így. Abszolút érthető szerintem. Igen, így érdekel, hogy mit hoz egy-egy szezon. Kiszedem a Battle Pass-t, aztán annyi. Micsoda riasztó rendszer volt itt, láttátok? Ugye én vagyok vele én is, 2 hete nem indítottam el, pedig a láncsnál 100%-ra pörgettem, aztán most miatt meg a pandót először előfizettem a WoW-ra. Wow, mint ugye a panda után. Nice, befriend, WoW lesz rengeteg tendő. Ha valamit ajánlatok így azoknak, akik régebben WoW-oztak, ezt a Kalimdor Cupot, ezt mindenféleképpen nézzétek meg. Mert így biztos, hogy nosztalgikus, meg amúgy, ha nem fejlődtök, akkor miért mennétek a régi tájakra, szóval... Nekem most így nagyon tetszik ez a Kalimdor Cup. Most lesz egyébként valami kollaboráció, nem tudom, hogy ez így tartalomban mit jelent a Cult of the Lambeseknek. Így szeptember eleje fele. Úgyhogy ez pár autóknak biztos, hogy izgalmas lesz, vagy lehet.
októberig lenne idő The Hunt-ozni. Vagy mi az, Hunt Showdown-ozni. Biztos majd eljön az idő, hogy abba is belekóstolom. Igen, van a Dawnstar-val, új karakterek plusz dekorok. Azaz. Csak nem tudtam mennyire publik a dolog, azt mondom, nem akarok itt izé embargókat szegni. Jó, azt most gyorsan meg kell fogni. Már bent is van, aha. Valami plusz viszont lesz szeptembertől, Panka. Azt ott hogy kell elképzelni oda, még én nem is mentem be. Na mindjárt kiderül. Ó, hát már látom. De rohadt jól néz ki ez a rész. Meg tudom érteni, hogy nagy kedvenced lett a Cult of the Lamb. Azt meg tudom érteni. Rohadt jó game. Oly. Na hello. Korok Grove. Korok Grove. Még plüssöd is lát? Milyen plüssök vannak abban, nézzük csak. Hát, oldalám. Na nézzük. De jó! Itt a Devolver oldalán van ilyen izé, merch store, és akkor ott van. Gondolom ez az. Hát ez nagyon aranyos. Kár, hogy ez sold out. Tök jó. Aha, tehát akkor nem is három shrine van, hanem négy. Lehet, hogy négy. És tök ilyen élőben is a csengője csilingel. Nagyon klassz. Ja, most a lilához kéne elmenjünk, csak ezt arrébb rakom. Mondjuk úgy is látni fogom, szóval nem tudom, minek tettem oda. Ez egy jó hely. Korok a Grove. Ramobnukas. Saku. Mi? Rüpipipi. Szóval azt mondja, hogy ez a hely. Sakunbomar. Oké. Okay. Lehet, hogy nem véletlenül van itt egy aszkendáló torony.
Láttam, azt hiszem láttam azt, hogy itt van valami olyasmi. Na, hol van a járgányom? Itt van. De most elveszettem amúgy, hogy az hol van. Ha megindulunk, azt hiszem arra. Igen, mert hát amúgy nem is erre kéne, de arra, amerre kéne, arra... Ja, de erre kell menni, jól van. Igen, ott van. Ja, gyorsan merül az aksi. Igen, azon majd még kell fejlesztenünk. Lemaradtam a nevéről, a Lightroot-nak a nevéről. Nem megyünk fel. De jó! De jó! De jó! Csak kidugjuk a buksinkat, hogy itt mi újság. Aha. Ott ül valaki. Egy korok. Oda kéne tegyünk egy csillagot. Hogy az egy érdekes hely. Na várjatok. Jó, igazából akkor fölmegyünk, mert elfelejtettem, hogy azzal, hogy azt szkendálunk, azzal betölti a felső zónát, tehát elveszítjük a járgányunkat, tehát hogy akár ezt meg is lehetne lépni. Na jó van. Ja, de bejelöljük, tehát hogy azt mondja, hogy ott volt. Na, és akkor oda teszünk egy csillagot. Basszus, rohadt sok shrine-t kell majd felvennünk. Nin is. Ez elképesztő, hogy mennyi izé shrine van. És csak töredékét gyűjtöttük be, csináltuk meg. Na, azt nézzétek, milyen szép a térképünk. Hát itt még vannak foltok, igen. Azt látom. Látom, hogy ott még vannak foltok. 152, ahhoz képest azért nem keveset. Ja, 100, tehát akkor megvan az egy harmada. Wow.
Érdekes. Érdekes, az a kettő ott nagyon érdekes. Jó. Innen kéne még ezt a hármat begyűjteni. Na. Szóval itt van egy. Látjátok, milyen szépen felszabadultak ezek a világító jelölések? Amúgy a többit is akkor már bejelölöm. Az nagy valószínűséggel ott lesz. És az meg ott. Mit gondoltak? Spóroljak a zónaitával? Csináljunk a járgányt? Azt gondoltam amúgy, hogy nem csinálunk, mert ezek itt vannak. Az pikpak, pikpak begyűjtjük őket. Megközben tudunk ilyeneket lootolni. Fél óra lesz szerintem? Na jó, ez egy kihívás most. Ez most így egy kihívás lett, Péter. Ha nem téríti el semmi se a figyelmem, akkor vajon sikerül-e fél óra alatt? A bombás növény. Észre se vettem, hogy itt kinőtt egy bombás növény. Hello? Egyik magának akar. Ez mi? Wow! Ez is egy érdekes plac. De érdekes! Ezt be akartam jelölni, mert ez ilyen érdekes dolognak tűnik. Ilyet még nem láttam. De érdekes. Majd 40-50 óra múlva hasznos lesz. Amúgy most megint nincs meleg, és szerintem már azt a zónát el is hagytuk, úgyhogy visszaöltözünk. Hát akkor még elég kétszer ennyit játszani, és akkor majd okosabbak leszünk. Azt javasoljátok, hogy néha-néha nézzünk vissza erre a placra. Jó. Arról lehet szó. Én szerintem szinte az egész mennyiséget gyalog jártam be, egyszerűen élvezte a mászkálást. Én is szeretek mászkálni. Bár tény és való, hogy ez a hoverboardozás ezért megkönnyítette a folyamatot. Nem is kicsit. Nem szabad elmondani, hogy ez micsoda, így van. Ő szerintem amúgy itt lesz. Jaj, az nem is az a jelölés. Az egy boss. Majd egy ilyet is le kéne győznünk. Egyszer csak egy ilyen brekkencset is le kéne győzni. Ma már legyőztünk egy bosst, úgyhogy annak örülök. Ha eljön az idő, tudni fogod, hogy mi ez.
Hip. Hú, ez itt akkor mélyen lesz. Tehát kb. 3 hónap múlva. Oké, akkor majd... Akkor majd év végén. Jó-jó. Na, jó-jon, jó-jon, nézé, Shrine. Hoppácski. Azt ott meg is nézzük. Szóval meg is nézzük. Hova érje? Ide? Nagyszerű! Trousers of the Sky. Nem rémlik ez a set amúgy. Trousers of the Sky. Wind World Time. Ah, és itt kell még följebb mennünk a zöld felé. Nem a zöld felé megyünk. Baj, ez is jó. Mondjuk itt pont ilyen harcos rész van, ahogy a térképen látom. Igen, igen, azt jelöli. Megnézzük, hogy itt meg tudjuk-e csinálni a járgányunkat. Mentem ebédelni, ha együtt ebédelsz a főnököddel, és ő éhes, akkor te is az vagy. Egészségedre, Fomi Rossi. Kezdem megszeretni így az építés miatt ezeket a helyeket. Mert így tudom azt mondani, hogy igen! Favorite! Confirm! Zsub, zsub, zsub! Nincs más. Hát ez szomorú, semmi gond. És igazából csak... Ahhoz, hogy jó legyen, csak ölni kéne a Brackencseket. Na Csubi bosszos! Na Csubi! Ó, ez egy hármas flux konstrukt. Ez jó. Hali, én csak az egyen játszottam, nem fura, hogy nem lehet találni külön valami epic cuccot, mindig csak valami alap cuccot és azt improvolni. Nekem az kicsit elveszi az élét a gear progressionnek, nyilván nem ez a fő szempont a játékban, de akkor is. Hát figyelj, igazából, ha tudod, hogy hol keresd a jó cuccokat, akkor... Akkor mindig lesz menő cuccod, de igen, nyilván az, hogy ez olyan RPG, ahol a tárgyak elpusztulnak, ahol a fegyvereid elpusztulnak, tönkre mennek. Sajnos ez benne van. 27 perc. Dehogyis, ez kérek szépen csak 7 perc lett. 55-kor írtad. Mondjuk
Azóta csináltunk egy izét is, egy járgányt is. Szóval kicsit csaltunk, de amúgy szerintem akkor 10 perc lett volna. 55 kar ért el. Na! Hova menjünk most? Valahova kéne menni. Messze innen, tehát messze innen. Úgyhogy lecraftoltuk ezt a járgányt, de másfele akarunk menni. Annyi kéne, hogy ezt a kettőt itt még be kéne gyűjtenünk. És azt még nem tudjuk, hogy hogyan. Például lehetne olyat csinálni, hogy onnan megyünk le ahhoz. Azt például lehet csinálni, mert az mélyen van. És akkor a Zora vagy Zara vagy Zaru vagy nem tudom milyen helynek az aljába is van egy shrine. Azt is megpróbáljuk begyűjteni. És ez be van jelölve? Nincs, még nincsen, úgyhogy adunk neki egy pirosat. Van olyan szent, ami epic és nem kell feleszteni, mert alapból olyan erős, mint egy 4-es. Jaj, itt már akartam hamarabb. Szóval... én még nem jöttem rá erre, casual friendly, hogy... én nem sokat játszottam az első részet, tehát az első részben tőled annyi időm van, mint ebben. És én még nem jöttem rá arra, hogy hogyan lehetnek könnyen menő cuccaim. De szerintem aki már jó pár órát belerakott ebben, az viszonylag könnyen szerintem elő tud állítani magának. Gyorsan tudja, hogy honnan lehet jó gírt szerezni. Végül is. Miért is ne? Hát ezt konkrétan ingyen raktuk össze. Ott van lent. Az gond. Van valami mélyem. Jól láttam. Francba. Azt nem tudom, most mert kimentem a range-ből és eltűnt a járgányom. Mert hogy itt volt.
Hát ezt elvesztettük, srácok. Oké, és innen nem is lehet oda átmenni. Na, ezt most kiderítjük. Van nincs, ami után eltűnik, aha. Jó. Azt hittem, hogy ez még azért közel van, de akkor nem. De akkor nem. Itt is vannak ezek a halfejű szobrok. És ezek is ugyanoda mutatnak szerintem. A Zora doménre, Igen, nekem volt olyan, amit tudtam is, hogy hol van, csak egy rejtett bejáratot elnéztem, és így nagyon nehezen lett meg. Ja, találkoztam ilyen spéci itemmel. Oké, jó, fele megyünk. Mivel ez nagyon mélyen van továbbra is. Ezért kíváncsi leszek, hogy hol lesz a bejárat. Hogy megtaláljuk-e. Ezzel meg kell, hogy küzdjünk, srácok, mert... Kell a zónaita. Na gyere! Ez jó volt. Látom a bejáratot. És ez egy bánya. Jó.
Ne! A járkányom! Ne! Shit! Moga vak. Sen. Lanairu Shine. Mind, hogy mine. Itt van Koga mester. Mit csinálhat rosszul? Talán nem jó szögből csinálja, még mindig nem megy. Hogy hátrafordult. Mióta vagy itt? El akarták kapni, amíg nem figyelek, mi? Amit látunk, az csak... Gyilkos idő, ez itt a gyilkolós percek lesznek. Én nem akarok. Már várta, hogy megküzdjünk. Vége a harcnak, srácok. Zsiga klán elleni harcnak vége. Le kéne velem ezt a játékot is újra, csak elkezdtem olvasgatni, meg munka is rengeteg. Hát ilyen ez. Ilyen ez, látott panka. Kíváncsiuk, hogy hol vagyok az a... Hol vagyok? Tehát, hogy hol van ez a... az átjáró. Amúgy ez elég easy volt, én meg fölfele mentem. Pedig amúgy itt volt. Na, ez is megvan. Nézzétek, milyen szép a térkép. Ott még hiányzik ugye kettő shrine. De nagyon szép lett a térkép. Most ebből a pontból kéne szerintem elindulnunk. Bár lehetne menni onnan is. Hát menjünk innen.
Szerintetek, jó, ott van, ez a 100. light root. Épp azt akartam kérdezni, hogy szerintetek hány light rootot találtunk már meg, és hát ott volt egy 100. Na, szóval most itt vagyunk. És ott biztosan van egy light root. Akkor oda teszünk egy pirosant. És ha itt fölmegyünk, oda? Ja, ott van. Akkor lehet, hogy tudunk craftolni magunknak valami járgánytost. Szóval 53 shine van meg, ahogy láttam, és ez a 100. light route. Azt hittem azért jobban haladtunk. Na. Ez a nagy darab világítós a növény, ez durva fénnyel rendelkezik azért. Óvatosan az ilyen 20 Shine Night stream alatt kijelentéseken nem úgy van az? Nem tudom, hogy mennyiről indultunk a light route-okkal, hogy ma mennyit szereztünk meg, de ahhoz képest azért, hogy ez a felső zóna milyen jól áll. Igen, és ott van kettő. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jók vagyunk. Mondod el, ha a gyalog csinálnád, akkor mennyi lett volna? Biztos ugyanennyi. Ez amennyit kell most várni, hogy feltöltődjön az aksi, eddig is el tudtam volna futni. Na nézzük. Yik. A is. Yika is. Ah, van nálunk zonait. Csak kevés. Nem emlékszem, hogy mennyi egy fejlesztés. De valami 170 van nálunk. Talán 201. De nem emlékszem. Aha. Ott van egy, azt be kéne jelöljük gyorsan. Aha. És ez a hatalmas háromszintes világ töltőképernyő nélkül bejárható technikai csoda. Hát... A shrine-oknál van töltőképernyő. Csak mondom. Kis energia gömbre? Fú, a kis energia gömb... Nem emlékszem, hogy mennyi lehet nálam. Szerintem adtam is el belőle. Jó.
Hát ez probléma. Szoktam használni? Hát nagyon kevésszer használtam, nagyon kevésszer raktam be ilyen boltba vagy miben. Ja, hogy úgy nyomjam el, hogy izé, aksit adjon nekem? Akkor keverem, hogy miről van szó, na várjatok. Crystallize charge, akkor nem erről volt szó. Mindjárt megnézem. Gondolom itt lesz valahol. Ez az, nem? Ja, ez az. Ja, az ad ideiglenes töltetet. Az tölt fel sárgára egyébként. Azt hiszem, azt tölt fel minket sárgára. Itt lent van egy bánya. Sajnos oda le kell menni. Ezt nem így terveztem. Jó lett. Hihetetlen. Na. Azt mondja, hogy tovább, valahova oda megyünk, az ott miért maradt ott? Let's go! Már is látok amúgy egyet. Ja? Igen, tessék. Master Grove. Wow! Master Grow, és itt van Master Forest. És itt egy újabb bánya. Szerintetek? Szerintetek ezt itt én már megnéztem, mert akkor oda is teszünk egy csillagot. Na. Nem tudom, hogy most jó fele megyek amúgy. Aha, jó fele. A Master Forest.
Zanmik. Zanmik. Ahol voltál, ott írja a nevét. Ó, oh, köszi. Ez hasznos. Aha, akkor ott nem voltunk. Oda vissza kell majd menjek. És oda is el kell menjünk. Francba. Hát srácok, azt ott most meg kell látogassuk. Piros. Piros. És már fél egy, és nem lesz meg az összes lánytuk. Még 50-et össze kéne szedni. Ó, milyen jól leparkoltunk. Az út felét meg tudtuk tenni. Na ne, most, na ne. Most akkor itt se voltunk? Hát ez hihetetlen. Jaj, nem töltődött fel, nem jó, nem jó, nem jó. Ne hagyj itt, bicikli. Szóval a piroshoz megyünk, aztán a kékhez. Ja, csak ide jöttünk. Jó, itt most álljunk csak meg egy kicsit. Jó, ezt majd távolabbról meglessük. Mert nekem gyanús. Gyanús ez. Wellspring of Wisdom. Hát ezt mindjárt ide rejtjük, hogy innen ki tudunk-e szállni. Biztos ki lehet amúgy szállni. Nézzük már, ki tudjuk-e emelni. Szevasz, Connor, hello. Ó, oh, hogy ez lett a Wellspring of Wisdom. Szia, Kapzsi. Thank you.
hát ez hihetetlen, egyszerűen hihetetlen. Hát mindig csak ilyen fejlesztésre való kristályt kapunk. Na. Oké. Okay. Azt mondja, hogy igen, arra akarunk elmenni. Oda. Ő lesz az új piros. Let's go! Ezt a springet is majd meg kell nézzük, úgyhogy oda is teszünk egy csillagot, csak ez nem akkora prioritás. Meg az a szobor is, vagy szobornak tűnő hegy is furcsa nekem. Hát itt amúgy le kellene pihenni. De ha aktiváltad a rútot, ott se néztél. Mindennál, hol. Ezt hogy érted? Ja. Ja, hogy ahol aktiválom, ott nem nézek körül. Ja, ott nem nézünk körül. Most csak aktiválgatunk. A mine-nál, ahol. Ja. Ja, nem néztünk körül. Most oda megyünk mellé. Valamire azt hittem, hogy akkor is töltődik az energia, hogyha csak így vagyunk. Nem mész soha. Egy pillanatra azt hittem Connor azért érte, hogy először a munka, aztán a szórakozás. Nyilván ez Péternek volt a válasz. Hogy először csak a light route-okat szedjük fel, és akkor utána minden mást. Jézusom! Itt egy lovas akárki betámadott minket. Ja, pont erre gondoltál? Azt hittem, hogy Péternek válaszoltál. Jó, azt mondta, jó.
Tehát arra semmiféleképp se kéne, hogy nézzen. És erre. Na, ez már azért jobb irány. Ez nem tudom, hogy történt, de sikerült. Ajaj, nagyon, nagyon elfordul. Milyen csönd van? Egyből kettő. Bamitok. Bamitok. Nagyon jó. Nagyon jó. Csak ide átmegyünk, azt csá. Az a vicces, hogy a Lightroot-ok hasonlítanak az AC-ból a tornyokra, de valahogy itt nem idegesít annyira összeszedni mindegyiket, mint az AC-ból. Hát az AC-s tornyok azok itt a sima tornyokra hasonlítanak, nem? Mármint, hogy itt azért egy torony nem annyi, hogy így. Végül is, de mert itt lent a Lightroot-ok felfedik a területet, viszont nem csak ennyit csinálnak, hanem megmutatják, hogy fölül hol a párja. Nekem ezért... Tehát, hogy mivel két szempontból is hasznos, ezért nem... Ezért sem zavaró. Most itt nagy gyűjtögetések vannak. Én spoilereztem el, komolyan? Ó! Na, ez azt jelenti, hogy amúgy nagyon sokat kihagytunk. Tehát egyrészt valahova erre is el kéne menni. Ja, akkor fordulunk, srácok, mert engem zavar, hogy ott nincs minden felfedezve. Aha. Aha, látom. Hát nem tudom, hogy ez most így hogy lesz meg.
Vagy hogy látunk-e egyáltalán valamit. Itt van egy följáró. Hát igazából szerintem ez a szépsége, hogy mindenki más vesz észre, máskor vesz észre. Szóval elindulunk. Hát menjünk. Jól láttam, hogy ez itt egy olyan zóna. Szevasz, Gabesz! Nem tudom, mi vár minket itt a végén, de végigmegyünk. Valamiért itt olyan eszközök vannak, amiket én használok, mármint hogy majdnem olyan. Úgyhogy itt konkrétan ezt kell használni, mármint hogy ezt érdemes használni, erre próbál utalni a játék elég durván, hogy ilyet kell építenünk. Ó, tök király! Hé! Hey. Trousers of the Wind. És ebből van másik, szerintetek? Aha, megvan, a Tunic of the Wind. Jó. Na hello! A szemétje milyen jól célzott. Ez menő volt. Kár, hogy sötét van. Valahogy fény kéne gyújtanunk, és gondolom ott lesz valahol egy. Bár mondjuk ez is gyanús, ami itt van. Ó, és ott van lyuk, tehát, hogy ott le tudunk menni. Na várjunk. Töltsünk és menjünk. Oké, a bosszt azt jó helyre jelöltük be.
Gyors töltés. Mennyiből lehet amúgy egy picit fejleszteni az aksin? 200? Itt beszéltünk. Száz. Ó, köszi. Köszi, köszi. Teljes akku 300. Köszi. Jó. Uff. Amanóban. Azt hiányzott volna, hogy lehessen. Nem sok jóra számítok ezen a részen, de azért... próbálok valamennyire alapos lenni. Aha, de ez ennyi. De ez ennyi. Francba. Jobb helyre nem is eshetett volna. Én mindig nem vettek észre. Jó, csumi. Ja, szegény légjármű kapja. Hát, akkor ez azt jelenti, hogy ott le kell ugorjunk, és akkor ott van egy shrine. Jó, akkor oda megyünk. Mi? És hova tűntek a jelöléseim? What? Hát ez nagyon fura volt. Szóval a piros felet fogunk elindulni. Ott van egy X a térképen. Ha elveszíteném a járművemet, akkor megyünk fejleszteni majd. És akkor kicsit tovább fogjuk bírni. Oké, itt voltunk.
Nem, nem, most valamiért nem engedte használni a színes jelölőket. Az volt a baj. Ne. Jó. Nem vészes. Színes jelölő csak színelt felületre tudod tenni. Ami egyébként vicces, mert például sárkányt is be tudsz így jelölni az égben. Hűha! Ne! Nem gondoltam, hogy ez menthető lesz még. Szóval itt mit írt ki? Valami observatóri akármi? Érdekes. Valaki figyelt, hogy ennek mi volt a neve? Ennek a helynek. Observatory deck. Köszi. Szia, szia, meleg van. Viszont nem ez volt jelölve. Tuft kanyonmány. Ú, az amúgy lehet, hogy most messze leszek. Na, ez volt az X. Végre! Cap of the Hero. Jó, megvan még. Na. Akkor most meg lehet csinálni a... Van amúgy még ilyen hírósunk? Tunic of Hero? És a Trouser of Hero. Na tessék! Végre linkeskedhetek. Tök jó. Ja, épp azt néztem, hogy az én link
szobromon vagy figurámon milyen szett van, és ez így nézett ki. Semmi nem világít. Köszi szépen. Ne. Pillanatra elbamboltam. Mindjárt jó lesz. Érdekes. Hát én most a játszótóráim nagy részét azt itt lent töltöttem. Aha. Itt nem is lehet elmenni. Hát itt nem. Hát itt nem. Hát jó, mert amúgy... Hát persze, hogy nem. Hát persze, hogy nem. Hiszen ott vége.
Ne! Ó, végre! Igen, ennek megvan a shrine-ja. Azt nem tudom, mi lehet, de oda teszünk egy csillagot. Az meg, a piros akkor meg innen átjön. És mondjuk ott lesz. Viszont ha már itt vagyunk, akkor inkább ezt kéne megkeresni. A kéket. Szerintem az lesz a kék. Na, közben... Hát ugye most nem töltődik nyilván. De nagyon jól állunk. Én úgy gondolom. Baromi jól állunk.
Hát elmegyünk amúgy ebbe az irányba. Ó, oh, oda. Kék. Vagy inkább zöld. De hangos volt a béka, hallottátok? Szóval akkor az ott nem csillag, hanem ilyen. Igen, kalkulálva, ki lett kalkulálva. Igen, ez gond. Tehát jobbra kell elmenjünk. Ne kell, hogy parkoljunk. Hát még az kellett volna, hogy agyoncsap. Onnan már jön a fény, látjátok? Nagy a baj. Jaja, kezdenek összekapcsolódni itt a dolgok. Itt van még egy brekkencs. Nem mondom azt, hogy minden a terv szerint haladt, mert amúgy nem az történt. You have returned. Joe Holtz, köszi szépen a 14. A 14 hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Köszi szépen. Srácok, peregjenek a szvegánk Joholsznak. Nikoshi Lightroot. Szerintem az amúgy sokat hozzátesz, hogy nem rágja a szádba a dolgokat.
Az biztosan. Na. Srácok, most visszafele kell mennünk. Az helyzet, hogy ott a Helia Island alatt ott lesz egy shrine valahol, gondolom én. Úgyhogy hát ezt itt nézzük meg. Sárga. És oda kéne elmenjünk. Nem hülyeség az idő visszapörgetés. Köszi szépen, meleg vagy, itt voltál. Szép napot neked, szia-szia. Itt a Brackencs mellett. Ja, jó fele megyünk. Nem lesz egy rövid ez az út. Az biztos. Kibírtam, hogy ez a kis járgány, azt mondta nektek, hogy majd visszamegyünk, de még nem kellett visszamennünk. Visszamegyünk és akkor fejlesztem az aksi ide. Jók vagyunk. Már is látok egyet. Hű, azt mondjuk sokkal messzebb van. Tobival volt már olyan játék, aminél az volt a lényeg, hogy nem néz oda? Nem. nem volt olyan, de biztosan úgy nagyot mennem. Na, itt leparkolunk szépen.
Szerintem itt a havas sárkány. Jézusom, az a fa támadni akart. Na. Jó van. Igen, hát ez nem véletlen, tehát ez egyáltalán nem volt véletlen, amit mi találtunk itt. Ez egyáltalán nem az. És ha most vagyunk, az sem véletlen. Ezek után. Hol vagyunk? Ott. Igen, az a fa ott támadni akart. Jó, srácok, még azt a kéket begyűjtjük. Az még belefér. Számol szepi? Mi a manó van itt? Jesus! Construct Factory! Jesus! Akkor ez lehet nem is a sárkány hangja. Ez olyan más hang. Na. Aha, ott voltunk. Ja, hát ez meg ott lesz valahol. Na, srácok! Ja. Azt ott még levesszük. Ne nézzen ki. Mondjuk, de az azért van ott, hogy rámenjünk. Szóval, hogy skacok. Így néz ki a lenti rész. Kettős rányt biztosan láttunk itt. Mármint light route-ot, amit így még be lehetne gyűjteni. Itt is van még kettő. Az négy. És itt is lesz még egy pár, mondjuk három. Az hét. Nem tudom, hogy mennyi light route-nál járhatunk az a helyzet. Nem tudom, hogy ezt kiírja a játék valahol.
Azt tudom, hogy ha teleportálunk, akkor kiírja, de olyat nem akarok csinálni, mert itt van ez a szuper járgány, ezt meg nem akarom, hogy eltűnjön. De szerintem nagyon jól haladtunk. Ja, nem tudom, hogy ezt hol tudjuk megnézni. Hát nyomunk egy mentést. De ez csak akkor marad meg, hogyha a következő stream is, Nintendo stream is Zelda lesz. Akkor írja ki a végvíted a játék feltörönt játét. Hát, ahhoz loading screenbe kéne menni, csak most ahhoz nincs. Ha, jó. Megcsináljuk. Mindent a nézőkért, ugye? Hogy csináljuk meg? Hát ez amúgy pazarlás, de... A nézőkért. Amúgy is el kell jönni fejleszteni. És ez mennyi lesz? 9 zónait? Majd szerzünk. Na ott van 111. Tehát akkor hetet számoltam, és azt mondtátok, hogy 150 van. Az durva. Mondjuk valószínűleg nem minden Shinehoz tartozik a Light Route. Még ez is biztos. Ez is biztos, hogy nem minden Shinehoz tartozik Light Route, mert hogy már találkoztunk olyan Shrine-nal, amihez nem volt Light Route, például amik a levegőben vannak. Na tessék. Ennyire tudjuk megnevelni. És amúgy nem kellene sok. Még egyhez. Kettő energyvel. Hát még a fele sincs meg ezek alapján. Hát még bőven nem járunk a felénél sem az aksikkal. Úgyhogy ja, srácok, eddig jutottunk. Hát látjátok, lesz majd feladatunk, hogy shrine-okat izényissunk. Jesus. Ez egy jó kaland volt. Remélem, hogy élveztétek, srácok. Hát annyiban biztosan több volt ez most, hogy repkedtünk. Repkedve gyűjtögettünk. Nagyon kielégítő ezt látni amúgy itt a térképen, hogy ennyi minden már megvan. Ez nagyon kielégítő. Nem csináltunk küldit. Nem szedtünk fel tornyot. Nem csináltunk sejt sem. Csak lent voltunk. De öltünk egy boss-t. Öltünk egy boss-t. Light route-okat gyűjtögettünk. És egy boss-t eltettünk. A boss pedig... Aki esetleg lemaradt volna róla, ő volt. Nem. Valahol be lehetett menni. Valahova be lehetett menni. Be lehetett sunyízni. Hűha, most meg se fogom találni. Itt volt. Igen. Ez volt az. Úgyhogy ennyi történt. Csak mini boss volt. Találtunk amúgy itt egy ilyen menőhelyet, ahova nem mentem föl végül. Itt valami korok ült, és azt majd meg kell nézzük. Folytatjuk legközelebb, srácok!